Jó estét kívánok! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkból megismerhetik a Szent Imre utcai óvoda felújításának hátterét. Majd megmutatjuk, hogyan találkoznak az ősz és Mártonnap ízei. De először beszélgetést láthatnak Végvári Imre TEDx tanácsadóval. Már is kezdünk! A Neumann János Egyetem november 10-én első alkalommal rendezi meg a nemzetközi nagy ismertségnek és népszerűségnek örvendő TEDx sorozatba tartozó rendezvényét. A programmal az intézmény névadója születésének 120. évfordulójának is emléket állítanak. A TEDx szervezéséről, előadóiról és hátteréről Végvári Imre TEDx tanácsadóval beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mielőtt az előadókról és a program felépítéséről beszélnénk, kérjük, mondja el nekünk, hogy mit is kell tudnunk a TED előadásokról, illetve a TEDx-ről. Én azt gondolom, hogy talán sokan vannak a nézők között is, akik TED-es előadásokat az interneten már láttak. Ezek tipikusan rövid, ismeretterjesztő témájú előadások, amik nagyon jól befogadhatóan bemutatnak egy adott szakterületet, egy innovációt, egy ötletet, egy gondolatot, és ez körülbelül 40 éve indult ez a konferencia sorozat, ez egy nemzetközi konferencia sorozat, és körülbelül 15 éve vált lehetővé a TEDx licensz révén az, hogyha valaki azt gondolja, hogy az ő szervezete, az ő régiója, az ő városa kitermel annyi innovációt és annyi érdekes terjedésre vagy terjesztésre érdemes gondolatot, ez a TED-nek a szlogenje, hogy arra érdemes lehet egy ilyen TEDx-es rendezvényt szervezni, akkor erre megnyílt a lehetőség. 15 éve, és azóta lehet ilyen TED-es típusú eseményeket szervezni kvázi saját hatáskörben. Hogyan dőlt el, hogy a Neumann János Egyetem is megszervezi ezt a rendezvényt? Hát a TEDx licensznek van egy speciális fajtája, ez a TEDx University, kifejezetten egyetemek számára lett kifejlesztve, és én azt gondolom, hogy a Neumann János Egyetem rendelkezik olyan mennyiségű innovációval, új gondolattal és olyan szakértőkkel, akiknek igenis szerepelniük kell ezen a platformon. Innen jött ez a gondolat, hogy akkor egy ilyen TEDx egyetemi licensznek a megpályázása útján ez a TEDx Neumann esemény megrendezésre kerüljön. Mi a TEDx Neumann szlogenje? Az a szlogenünk, hogy a jelen bajnokai, a jövő hősei, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon frappáns, de közben egy nagyon mély értelmű szlogen is egyben, mert hogy azok a kimagasló teljesítmények, amiket a jelenben még egy ilyen bajnoki, vagy egy ilyen szakmailag kiemelkedő teljesítménynek, nagyobb vállalásnak értékelünk, nyugodtan lehet, hogy a jövőben meghozzák úgy a maguk gyümölcseit, hogy már akár hősként is tudhatunk tekinteni azokra, akik most helytálltak. Hogyan néz ki ez a pénteki nap? Hol tartják majd meg az előadásokat? A Neumann János Egyetemnek az új épületében tartjuk meg, a campus épületben tartjuk meg az előadásokat. Reggeltől estig, ez egy nagyon hosszú és egy nagyon sűrű nap. Általában ugye az ember, amikor TED-es előadásokat néz, akkor egyet-kettőt szokott az interneten megnézni. Itt most 16 ilyen előadást nézhet meg a közönségünk, gyakorlatilag egymás után szünetekkel persze, de az egész nap során. És az előadások mellett nagyon gazdag kísérőprogramokkal is készültünk. Egészen szigorú szabályai vannak úgymond ezeknek az előadásoknak. Mit jelent ez? Mire kellett készülnie az előadóknak? Egy nagyon speciális felkészülési folyamaton vannak túl az előadóink. Azt is tudom elmondani róluk, hogy izgulnak is, azt gondolom egy kicsit, most is, ahogy mi éppen beszélünk, valószínűleg gyakorolnak, és hogyha esetleg nézik az adást, akkor innen is üzenem nekik, hogy szuper lesz az előadásuk, nyugodjanak meg. Hónapokig tart a felkészülés, és a TED-es előadásoknak a formátumába kell beleilleszteni mind a tartalmi felépítést, mind pedig utána a színpadi előadást, és ugye mindenkinek a saját maga területét, szakterületét kell mint tartalom belehozni, és azt kell erre a formátumra hozni. Ebben segítünk az előadóknak felkészülni, segítünk nekik gyakorolni, próbálni, úgyhogy pénteken ők ilyen módon fogják tudni előadni az ő tudásukat. Hány perces lesz egy-egy előadás? A TED szabálya szerint maximum 18 perces lehet egy előadás. Ez azért körülbelül 40 éve határozták meg, mint egy olyan optimális időtartam, aminek a során egy teljesen laikus közönségi tag is végig tud figyelni egy ilyen szakmai ismeretterjesztő előadást.
azért az elmúlt 40 évben eléggé felgyorsult ugye, a média a sebessége körülöttünk, úgyhogy ez tipikusan most már inkább olyan 12-16 percesek szoktak lenni ezek az előadások. Mi alapján hívták meg az előadókat? Lesznek-e húzó nevek? Én azt gondolom, hogy lesznek, igen. Nyitott volt a jelentkezés egyfelől, tehát hogy nagyon sokan jelentkeztek, amikor ezt a jelentkezési lehetőséget megnyitottuk, és nagyon sokan jelentkeztek az egyetem oktatói és hallgatói közül is, és nagyon sokan elő is fognak adni. Tehát, hogy az előadók egyik része szépen a jelentkezéstől kezdve a felkészülésen, a zsűrizésen és aztán a felkészülésen keresztül végigment ezen a folyamaton, és ott fog állni pénteken a TEDx Neumann színpaden. És megkerestünk mi is persze természetesen előadókat, akiket szerettünk volna idehozni erre a színpadra. Nagyon-nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy Farkas Bertalan fog előadni a TEDx Neumannon. És úgy tűnik, hogy sikerült megszerveznünk azt, hogy a Hunor program jelenleg 4 jövendőbeli űrhajós jelöltnél tart, akik közül ugye a következő magyar űrhajós kikerül majd, és hogy ha minden igaz, akkor ők találkozni fognak egymással itt a TEDx Neumann színpadán, de előad majd Balogh Petya, aki ismert mentor, vállalkozó, startupper, illetve Zoboki Gábor, és Kecskemét polgármester asszonya, Szemereiné Pataki Klaudia is az előadók között lesz. Akkor az előadókról már hallhattunk, néhány témát esetleg megemlítene-e? Hát a témák azok ugye az űrtől és az űrkutatástól kezdve, az adheziológián át, ami a ragasztástan, az interneten ránk leselkedő veszélyeken át, egészen mondjuk a hidrogén technológiáig, vagy a világ különböző országaiban a különböző értékek, központi értékekig egy nagyon-nagyon-nagyon széles skálát fednek le. Ez egyébként a TEDx rendezvényeknek a sajátja, hogy nem egy tematika mentén gondolkodva, de nagyon-nagyon sok területről merítenek, nagyon sok perspektívából mutatják meg ezt a központi témát, ami a mi esetünkben főként az innováció. Lehet-e még regisztrálni erre az eseményre? Nagyon közelítünk a Tárházhoz, ez nagyon nagy öröm a mi számunkra. A rendezvénynek a weboldalán lehet még információkat szerezni erről, hogy milyen módon lehet, más módon tudnak az egyetem oktatói, hallgatói, munkatársai, és más módon tudnak külsősök regisztrálni. Ott a weboldalon lehet információkat szerezni még erről. A későbbiekben ezeket az előadásokat láthatjuk-e? Természetesen, ez a TED-nek ugye az egyik nagy jellegzetessége, vagy egy ilyen nagyon érdekes sajátossága, hogy nem zárja be az információt a rendezvénynek a kereteibe, hanem később, ez azért majd 2-3 hónappal később lesz, mire az egész TED-es rendszeren átfutnak az előadások, de hogy az ilyen rendezvényekből származnak a TED-es előadások, tehát amiket az interneten meg szoktunk nézni, azok mindegy ilyen rendezvényen kerülnek előadásra és felvételre, úgyhogy így a mi előadóinknak az előadásából is TEDx-es előadások lesznek. Említette a kísérő programokat, melyek lesznek ezek? Nagyon gazdag a program, amivel készültünk. Arra próbáltunk koncentrálni, hogy a tudományos ismeretterjesztő jelleg mellett a művészeti értékeket is próbáljuk meg közvetíteni, bemutatni, és hogy ezek épp úgy nemzetközi, hazai és helyi értékek is legyenek, amik itt megmutatásra kerülnek. Az Országos Levéltárral együtt Neumann János eredeti leveleiből lesz egy kiállítás, ahol megtekinthetőek ezek a levelek. A Kecskemét filmstúdiót bemutatjuk a rendezvényen. Barabási Albert László világhírű tudósunk, kutatónk adatalapú művészetét fogjuk bemutatni, tehát ő neki most a művészeti tevékenységére koncentrálunk, de a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió is bemutatkozik ezen az eseményen, illetve a Karc Művészeti Alapnak is a kiállítását bemutatjuk. Nagyon izgalmas napnak ígérkezik ez a 10-e, aki viszont nem lehet ott a helyszínen, később megtekintheti majd az interneten is ezeket az érdekes előadásokat. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen. Dupla ünnepet tartottak szerdán délelőtt a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Szent Imre utcai óvodájában. Most adták át és szentelték fel az intézmény épületét, amely mintegy 310 millió forintból születhetett újjá. Emellett most zárult le az óvoda Szent Imre ünnepség sorozata is.
Sokat imádkoztunk, hogy időben tető kerüljön a fejünk fölé, mondták a gyerekek a megújult Szent Imre óvoda ma délelőtti átadó ünnepségén. Szívhez szóló műsorukban megjelent maga Szent Imre herceg és egész udvartartása is, így mondtak köszönetet azért, hogy a palota apró népe cseperedhet ebben a házban. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár nem csak a beruházóknak, kivitelezőknek és az óvoda kollektívájának mondott hálát, de külön megköszönte a szülőknek is a bizalmat, amellyel a katolikus egyházhoz fordultak. Csak itt Kecskeméten három óvoda újulhatott meg, katolikus óvoda. Persze ez köszönhető a városnak is, az együttműködésnek, Isten éltesse önöket is, de mindenképp fontos volt az érsek atya és munkatársainak a döntése, hogy nyáron már egy óvodát, néhány hete vagy hónapja egy másikat, most pedig a Szent Imre óvodát adhatjuk át. Óriási nagy öröm, mint hogy az is nagy öröm, hogy országosan a katolikus programban, katolikus óvoda programban 50 új óvoda épül, és 70 megújul, mint például ez a mostani a Szent Imre óvoda is. És hogyha még ezt számokkal tovább tetézhetem, akkor az is fontos, hogy ez 14 ezer férőhelyet jelent, és ebből 4 ezer teljesen új. Másodszor is sikerült, kezdte ünnepi beszédét Pap Zsolt, a Szent Imre katolikus óvoda és általános iskola igazgatója. Felidézte, hogy június 2-án a Teleki utcai óvodájuk átadóját ünnepelhették, ezután sokkal feszítettebb tempóban folytatódott a Magyar Katolikus Egyház óvoda felújítási programja a Szent Imre utcai építkezéssel. Július közepén teljes gépezettel beindult a gomépnek a munkálati folyamánya. Szeptember 4-én el tudtuk kezdeni 4 csoportba a nevelési évünket. Igaz, hogy ez a csoport ez még akkor egy szinten lejjebb volt a tornateremben, de óvónénik csodálatos munkájával lehetővé vált, hogy el tudjuk kezdeni a nevelési évet. Az eltelt másfél hónap során az épület belső átalakítása, fűtéskorszerűsítéssel egybekötött felújítása vált valóra, ami a teljes belső megújulás mellett egy vizes blokk, valamint 2 öltözőszoba és egy fejlesztő szoba kialakítását jelentette az összes külső nyílászáró cseréjével együtt. Az említett munkálatok költsége együtt elérte a 650 millió forintot. Szemereiné Pataki Klaudia nem csak polgármesterként, édesanyaként is szólt a gyerekekhez és az ünnepség résztvevőihez. Elmesélte, hogy idősebb lánya is ebbe az óvodába járt, olyan stabil alapokat kapott, melyekre építkezve 18 évesen úgy döntött, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán folytatja tanulmányait. Ahogy látom az óvodának a fejlődését és a virágzását most már az elmúlt 15 évben, ez nem áll le, színesedik, és egyre több fiatalnak, egyre több kisovodásnak és egyre több családnak az életét tudja nyitottá, szerethetővé, befogadóvá, ugyanakkor elfogadóvá, konzervatívvá és hitre és szeretetre nevelni a piciket is és a hozzátartozó közösséget is. Az ünnepélyes szalagátvágást követően avatták Szent Imre óvodássá kis csoportosokat, akik esküjüket követően ajándékba kapták az intézmény palotás pólóját. Az elmúlt 15 évben ismét reneszánszukat élik a szárnyas, főként a libából, kacsából készült ételek. A mártonnapi menü annyira népszerű napjainkban, hogy az egyik legnagyobb csáberőt jelenti az éttermeknél is. A finom étel elkészítésénél azonban több dologra is érdemes figyelni. Az ősz és mártonnap ízeinek találkozásáról Garaci János, Venez Díjas mesterszakácsot faggattuk. Felkészültek a mártonnapi vendégvárásra a Kecskemét környéki éttermek is. Ala és Mizsei tanyacsárdában rendre sorakoznak a szép libacombok. Ez már a füstölt, előkészített libacomb. A finom libából készült étel egyik titka a gondos előkészítés. A magyar konyhában évszázados hagyományai vannak a mártonnapi ételeknek. A liba, én az utóbbi 10-15 évet mondom azt, hogy nagyon-nagyon fölkapottá vált. Régen is volt, ez egy örökség, ezt a mártonnapi liba hagyományt össze kell kapcsolni, és régen is összekapcsolták az új bornak a megjelenésével, a termésnek a betakarításával, hisz a kukoricákat már letörték. A libából készült ételek egytől egyig ízletesek, nagyon sok színűek lehetnek. Mégis, ha azt mondjuk, mártonnapi liba, a legtöbben egyre gondolunk. Most
kimondottan akár csak az egész hízott libára, és hát a liba sültre. Ez most, hogy egészbe süle meg, ez, hogy egy liba magréból, egy mellrészből süle, hogy egy combot készítünk-e, vagy egy füstölt liba mellett, vagy combot lepácoljuk, lesózzuk, állni hagyjuk egy darabig, lehet egy kicsi zöldfűszereket mellé tenni, abba a pácba érlelni, utána pedig főfüstöljük, a füstölés nagyon rövid ideig tart, egy-két napig szikkad, és utána természetesen, hogy ezt megfőzzük, magát a füstölt levet tudjuk használni, hát a só lett az egyik olyan kimondottan mártonnap környéki libaétel, de én azt hiszem, hogy a só lett is vannak speciális üzletekben, ahol mindig lehet kapni só lettet, és hát ezt van, aki direkt azért jár abba az üzletbe el, vagy olyan üzletbe, ahol a magának megfelelőt meg tudja találni. Ezen kívül a belsőségeiből, a zuzából nagyon finom pörköltet tudunk készíteni. Az árpakása elmaradhatatlan, a hántolt árpából csinálunk, gerslinek hívjuk, egy ilyen zöldséges árpakását készítünk. Köretnek nagyon jó, de nagyon jó a zuza pörkölthöz is. És természetesen, hogy a káposztafélék ilyenkor, akár a lila káposzta, akár a fehér káposzta, idényibe van, és nagyon sok van a karácsony, vagy a Halloween ünnepinek a sütőtökről. Hát a sütőtököt is be lehet kombinálni. A bírsalma szintén elmaradhatatlan itt a liba napok tájékán, amikor egy jó mézes bírsalmát adunk a párolt káposzta mellé a köretnek, de adhatjuk, mondom, a sütőtök cikkeket is. Sok minden olyan köretet, egy jó hagymás tört burgonyát, ami igazából a liba kisült zsírjával készül, a hagymát megdinszteljük, egy kis piros paprika kockákat friss paprikából teszünk bele, kicsit színezzük a köretet, a burgonyát vele, megtörjük durván a burgonyát, összekeverjük vele. A mártonnapi liba igazi különlegessége, hogy az ízekben minden tekintetben megjelenik az ősz. Ne felejtsük el, hogy a gyümölcsöket a libákba, például narancsot beletenni a belsejébe, ha egy egész libát sütünk, almát beletenni a belsejébe, zöld fűszernövények közé tartoznak, a zeller is egy csodálatos ízvilágot, és ha ott a gőzeikbe ezek kisülnek, akkor mind-mind nagyon finomak, de akár a fügéből is lehetne, sok mindent lehetne hozzájuk tenni, amivel nagyon jó a sült széklát köretjébe mellé tenni, mind-mind olyanok, amiket az őszi, azt hiszem a betakarítás után, vagy amikor itt megvannak már a zöldségnövények, ezeket mindet tudjuk használni. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Ma délelőtt átadták a felújított és kibővített Szent Imre katolikus óvodát. Az intézmény a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának köszönhetően újulhatott meg. Új könyvtár és információtudományi kihelyezett tanszék nyílt Kecskeméten. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara új tanszékének vezetője dr. Füzi László irodalomtörténész lesz. A Cifrapalotában mutatták be ma délután Sümegi György Révész Imréről és a kecskeméti művésztelepről szóló dokumentumkötetét. A szerző elmondása szerint ez a mű az utolsó könyve. Napokon belül elkészül a Ballószögöt és Helvéciát összekötő határút új aszfalt burkolata. Az útfejlesztés 299 millió forint támogatásból és 50 millió forint önerőből valósulhat meg. November 11-én ünnepeljük Szent Márton napját. A jeles dátumhoz számos népszokás és hiedelem is kapcsolódik. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától, a híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap is, köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!